A probléma az, hogy a gazdasági elit felvásárolta a politikai elitet. A politikai elit már nem minket választókat szolgál, hanem őket. Már nem népszuverenitás van, hanem cégszuverenitás van. A lobby nyomán. A lobby nyomán, aminek soha nem lett volna szabad legálisnak lennie. Mert az valójában micsoda? Mi más a lobby, hanem a mi kivásárlásunk a saját szuverenitásunkból céges pénzen. És most már a helyzet az, hogy nagyon nehéz nyomást gyakorolni a politikai elitre, mert a politikai elit már nem nekünk szolgál, hanem már a gazdasági elitnek szolgál. Tehát kollektivizálni kellene a YouTube-ot a kreátoroknak? Végső esetben én azt gondolom, hogy ideális körülmények között ez kéne, hogy legyen a cél. Jelen körülmények között... Nem, 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 nem,